Idén az első két hónapban 10%-kal több import használt személyautó kapott hazai rendszámot, mint egy évvel korábban. Az új autó regisztráció viszont 11%-kal maradt el a tavalyi értéktől. Bár kereslet lenne rá, a chip hiány miatt jelentősen le is csökkent az új autó kínálat, így aki autót szeretne, használtat vesz. Ez a grafikon is jól mutatja, milyen gyorsan nő a gépjárművek átlag életkora a hazai utakon. Még 2010-ben átlagosan valamivel több, mint 11 éves autókkal találkoztunk, addig ez a szám 2021-ben elérte a 15-öt. Ráadásul az áruk is jelentősen emelkedett. Ennek az az oka, hogy bizonyos új autótípusok akár 20-25-30%-os feljebb ment az áruk, és ezért a fiatalabb használt autóknak az ára is ebből kifolyólag követte az új autóárak növekedését. Tehát most azt lehet megfigyelni, hogy például három éves használt autóknak az ára ugyanannyi, mint három éve ezelőtt egy olyan új autónak volt az ára. Tehát gyakorlatilag, aki három éve vett egy új gépkocsit, most ugyanannyit tudja eladni, mint amikor megvette. Az eladásra kínált használt autók átlagárát az orosz-ukrán háború is befolyásolta. Az ideiglenes üzemanyag ellátási zavarok és az új autók piacán fellépő alkatrész ellátási problémák 9%-os emelkedést eredményeztek. Az üzemanyag típusát tekintve is változott a kereslet. Korábban volt egy olyan tendencia, hogy a dízelautóktól kezdtek elfordulni, és a benzinesek kerültek előtérbe. Most viszont megint egy ellentétes tendencia figyelhető meg. Újra keresik a dízelkocsikat, hiszen az üzemanyag árak erősen megemelkedtek, és a dízelgépkocsiknak még mindig sokkal jobb a fogyasztásuk, mint az ugyanolyan típusú benzineséké. Viszont egy másik tendencia, de ez már a magasabb árkategóriát érinti, egyre többen keresik a elektromos és a hibrid gépkocsikat, szintén ugye az erőteljes üzemanyagár növekedés miatt. A magyar lakosság 16%-a, tehát közel minden hatodik magyar váltana tisztán elektromos vagy plug-in hibrid autóra, ha megtehetné. Az ilyen fiatal 2-3 éves autók ára is jelentősen megnőtt. A hitelkamatok viszont nem ugrottak meg ilyen szinten. A vásárlók 30-40%-a ezért hitelre vásárol, a többiek viszont készpénzzel fizetnek. Főleg német és japán autókat vesznek. Továbbra is ezek a piacvezetőek, de a francia autóknak is emelkedett a presztízse.